Mivel már többen kérdeztétek, megmutatom, hogy hogyan is néznek ki a ruhán a rojtok és a bojtok, melyekről olvashatunk a Tórában. A mi elképzelésünk az, hogy az ink alján, illetve a ruha alján végigvonul egy rojt, és ahogyan írja, négy kis bojt az, ami külön a négy sarkánú ruhának kilóg. Ezekbe van beleszőve ez a kék anyag, amit itt láthattok. Megmutatom egy kicsit messzebbről, hogy néz ki az egész, aztán majd egy másik megoldást is próbálok találni, illetve egy másik formában megmutatni. Mutatok néhány példát. Ezek fix rojtok, illetve bojtok, ezek az anyaghoz hozzá vannak varva. Itt egy másik ing, ezek mind 100% pamut, az összes ing, és a rojt is természetesen, és a bojt ahhoz megfelelő, a kék fonállal. Ezen az ingen kívül van maga a rojt végig, az ingen ugye kívül vonul végig, és a négy sarkán a bojtok. Így néz ki, ha egy kicsit messzebbről. Megpróbálom megfordítani, hogy úgy, hogy mutat. Igazából a munka az, amit nem én végzek, úgyhogy ezt nem mondhatom, hogy mennyire sok, vagy kevés, vagy nehéz, vagy könnyű. Azt tudom, hogy elég időigényes, hogyha valaki azt akarja, hogy ilyen így nézzen ki. Ez pedig, hogyha mások a fényviszonyok, akkor így néz ki maga az ing. Majd megpróbálok csinálni olyat is, amikor rajtam van, hogy hogy is néz ki. Valóta mutatok egy pólót is, így néz ki. Ez egy elég nagy méretű póló. Világosan, hogy megnézzük a napon. Ennek pedig belül van a rojt végig fölvarva. És kb. Így néz ki. Itt van újra, ugyanaz a zöld póló. Ez mindegyik ruha egyébként pamut 100%. Az összes általában pamut, gyakorlatilag minden ruhám, úgyhogy ezek is. Van néhány kivétel, de egy-két darabon kívül szinte minden 100%-os. Úgyhogy az, amikor azt hallom, hogy lehetetlen, vagy nincs, vagy nem tudom, én még mindig megtaláltam a módját annak, hogy 100% szövésű ruhát vegyek, úgyhogy szerintem megoldható. Oké, itt egy lila ing. Ezek tényleg nagyon szépek, hogyha az ember viseli maga. A rojt is nagyon szép. Ugye hozzá hasonló színű, illetve úgy lett kiválasztva, hogy stimmeljen. Oké, így néz ki a napon. Ugyanez az ing. Ez is pamut. 100% szövésű. És itt vannak rajta a rojtok és a bojtok. Megvannak a különböző módszerek, az igazság az előzőn nem volt a zöldön. Fogalmam sincs, hogy hogy kell, bár elmagyarázták, de sajnálom, ez nem az én világom, úgyhogy nem tudom, hogy hogy kell rátenni, de meg fogok vele birkózni, megmutatom még hátulról ugyanezt az inget. Aztán pedig meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit erről mondott az atya, és hogy honnan is van ez az egész ötlet. Itt van egy újabb ing, talán ez a legnagyszerűbb, ez tényleg gyönyörű lett, a rojt is, a bojt is gyönyörű. Az egyetlen probléma az, hogy én egy ilyen analfabéta vagyok, és én ezt nem is tudtam, hogy ehhez manzsetta gomb kell, úgyhogy azt még valahogy meg kell oldani, de így néz ki. Nézzük meg a napon is újra. Ez azt hiszem az időigényesebb verziója a rojtok elkészítésének, úgyhogy ez nem is, ez csak ezen az egy ingen van így talán, azt hiszem, vagy még egy másikon, de ez gyönyörűen néz ki. Mellesleg, bár gondolom, hogy az éles szeműek kitalálták, de az összes ing
az használt ruha boltból van, úgyhogy 1-200 forint az egész beruházás az időn kívül, amit utána mindenkinek hozzá kell adnia, hogyha ilyet szeretne a ruhájára. Ez az egyetlen, ami új az ingek közül, és ez nem is pamut, hanem ez egy len ing. Ez valamivel visszafogottabb, de ez is nagyszerű. Ezen is belül vannak a rojtok felvarva. A bojtok pedig így alakulnak. És ugye bele van szőve a kék fonál. Még akkor nézzük meg ezt is, hogy néz ki a napon. Igazából gyönyörűek, elmondom mindjárt a verseket, meg hogy mi is az értelme az egésznek. Csak azt akartam megmutatni, hogy persze az energiát bele kell fektetni, úgyhogy ezért köszönet Izabellának, hogy ezt megtette helyettem, és egy ilyen gyönyörűen megcsinálta. De maga a beruházás az nem egy nagy mutatvány. Ahogy mondtam, az ingek általában használt ingek. A rojt anyag pedig nem egy nagy költség. De igazából annak nincs is jelentősége, hogy én mit gondolok, vagy mi az, amit én mondok. Nézzük meg, hogy mi az, amit az írás mond erről. Ez Bamidbar 4 Mózes 15-29-től 41-ig. És ez így szól. A benszülöttnek, a Izrael fiai között és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik, egy törvényetek legyen néktek, afelől, aki tévedésből cselekszik. Ugye itt arról van szó, elmagyarázza, hogyha valaki nem ismeri a törvényt, tudatlan vagy téved, akkor mi a következménye az ő bűnének? A törvény megszegése a bűn. Egyehukanon 3-4, a törvény megszegése a bűn törvényszegés. A törvény megszegése, aki tévedésből, véletlenül vagy tudatlanságából szegi azt meg, elmondja, hogy mi annak a büntetése. Tovább megy, és így folytatja. De amely ember felemelt kézzel cselekszik, azaz szándékosan megszegi a törvényeket. Akár benszülött, akár jövevény. Nincs külön törvény a zsidónak, meg ez zsidó törvény, meg ez így, meg úgy, meg Mózes. Mindenkinek egy törvénye volt. Az, aki azt gondolja, hogy ó, persze, de ott együtt éltek, meg ők együtt vannak, aki nincs együtt, az nem, nincs benne a képben. Arról nincs szó, az olyan, mintha nem is létezne Jahua számára. Aki nem Izraellel tart, aki nem a törvények szerint akar élni, az nincs benne a képletben. Abban nem szeretnék belemenni, hogy kik a zsidók, meg hogy én nem vagyok zsidó, meg stb. Azok a karakterek, akik ma akikről a világ azt hiszi, hogy zsidók, nekik semmi közük nincs, az nem is egy semmit a nép, de ez nem a jelenlegi téma. Csak azt szeretném mondani, hogy ezek a törvények mindenkire vonatkoztak. Ezek instrukciók azért, hogy az embereknek egyszerűbb legyen az élete, és úgy tudjanak élni, ahogyan azt a teremtő akarta. Szóval, aki szándékosan bűnt követel, akár benszülött, akár jövevény, Jahuát illeti szidalommal, vágassék ki azért az ő népe közül. Aki szándékosan bűnt követel, az olyan, mint aki szídja Jahuát. Mivel, hogy Jahuának szavát megvetette, és az ő parancsolatját megszegte, kiirtatván kiirtassék az az ember, az ő hamissága legyen ő rajta. Az abszolút nem működik, hogy valaki tudja, hogy mi a szabály, és megpróbálja azt valahogy körbejárni, vagy hogy ezt eltörölte, vagy ez rabság, vagy ezt már nem tudjuk megcsinálni, ezt már nem lehet megcsinálni. Ezek a dolgok egyáltalán nem működnek nála. Megmondta, hogy mi a szabály azért, hogy nekünk jobb legyen, erről számtalan videót láthatok már itt, úgyhogy ebben nem megyek be. Most csak az a lényeg, aki szándékosan bűnt követel, az olyan, mintha őt szidná, megveti a szavát, és megszegi az ő utasításait, vagy instrukcióit. Ez az első dolog, amit el szerettem volna mondani. Bamidbar 15-ös fejezet 29-41-ig gyönyörűen elmagyarázza, hogy mi is a jelentősége a rojtoknak és a bojtoknak. Elmondja azt, hogy aki tévedésből,
vagy aki szándékosan bűnt követel, annak következménye van, és annak az embernek ezeket a következményeket vállalnia kell. A véletlen, a tudatlanságból elkövetett bűnért van áldozat, ez Jahusá Hamásiák, a megváltó. A szándékos bűnért azonban az embernek saját magának kell vállalni a felelősséget. Nem minden bűn halálos bűn, azonban minden bűnnek megvan a következménye. Egyszerűbb, ha az ember az utasítások szerint él, és nem szidalmazza Jahuát, nem veti meg a szavát, és nem szegi meg az ő instrukcióit, minthogy aztán később majd neki magának kelljen vállalni a felelősséget és a büntetést azokért. Nem véletlen az, hogy ezt elmondtam és bemutattam, és hogy ő így mutatja be és vezet el minket a rojtok és a bojtokig. Nézzük, hogy hogyan folytatja. Mikor pedig a Jisrael fiai a pusztában valának találnak egy férfiat, aki fát szedeget vala a szombatnapon. Tudjuk, hogy nem lehet dolgozni a szombatnapon, semmilyen munkát nem lehet végezni. Megmondta, hogy 6 nap rendelkezésre áll, gyűjtögessenek akkor élelmet, mindent. A 7. napon pihenés van, és az ő dolgaival foglalkoznak. Ennek ellenére ez a férfi fát szedeget a szombatnapon. Ez csak és kizárólag szándékosan lehet elkövetni. Szóval bemutatja azt, hogy a véletlen bűn, a szándékos bűn, és mutat egy példát arra, amikor valaki szándékosan megszegi az ő instrukcióit. És elvivék azt, akit találták vala azt fát szedegetni, Moséhoz és Aharonhoz, és az egész gyülekezethez, és őrizet alá adák azt, mert nem valaki jelentve, mit kelljen cselekedni vele. Azaz nem tudták pontosan, hogy mi ennek a következménye. Arról beszélt eddig, hogy senki ne szegje meg a szombatnapot, nem mondta el nekik, hogy mi a következménye. És mondta Jahua Mosénak, halállal lakoljon az a férfi, kövezze őt agyon az egész gyülekezet a táboron kívül. Ez a következménye annak, ha valaki a szombatnapot szándékosan megszegi. Az, hogy most nem kövezik meg az embert, nem jelenti azt, hogy ennek nem lesz következménye akkor, mikor mindannyian előtte fogunk állni. Én azt sem akarom mondani, hogy aki valaha is egyszer ezt csinálja, vagy azt csinálja, vagy ha ez van, vagy ha az van. Arról van szó, hogy amit az ember tud, miért ne tenné meg, hogy úgy éljen, ahogy Jahua azt akarja. Fát szeregethetett volna 6 napon át, de nem ezt tette. Így kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kívül, és agyonkövezék őt, és meghala, és amiképpen parancsolta vala Jahua Mosénak. Ugye ez volt a következménye annak, ha valaki szándékosan megszegi az ő parancsolatait. Természetesen a szombatnap számára fontos, úgyhogy ez egy kirívó eset. A lényeg azonban az, megmutatja a véletlen bűnt, a szándékos bűnt, mutat egy példát a szándékos bűnre, és nézzük meg, hogy hogyan fejezi be ezt a fejezetet. Próbál egy megoldást találni számunkra, hogy ez ne forduljon elő, vagy ha legalábbis lehet, csökkentsük a valószínűségét, hogy ilyen dolgok előfordulnak. Szólj Jisrael fiainak, és mondjad nékik, hogy készítsenek maguknak bojtokat az ő ruháik szegleteire, az ő nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinort. Készítsenek bojtokat, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinort. És arra való legyen néktek a bojt, hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek Jahuának minden parancsolatjáról, és megcselekedjétek azokat, és ne nézzetek a ti szívetek után, és a ti szemeitek után, amelyek után ti paráználkodtok, hogy megemlegessétek és megcselekedjétek minden én parancsolatomat, és legyetek kadús szentek a ti hatalmasságotok előtt. Vagyok Jahua, a ti hatalmasságotok, aki kihoztalak titeket Egyiptom földéből, hogy legyek néktek hatalmasságotok, ká, én vagyok Jahua, a ti hatalmasságotok. Azaz mindenkire vonatkozott ez a rendelet. A jövevényre és a benszülöttre elmondja egyértelműen, ez nem egy zsidó törvény, ez nem Mózes törvénye, ez Jahua így akarja. Azért, hogy ne szidalmazzuk, ne vessük meg a szavát, és ne szegjük meg az ő instrukcióit. Miért? Azért, mert annak megvan a következménye, és ő azt nem akarja. Megmutatja a példát, hogyha valaki szándékosan megszegi, és utána talál egy megoldást arra, az pedig az, hogy készíts bojtokat az ő a ruháit szegleteire, és
A boltjára tegyél egy kék zsinort. Mindjárt megnézzük ezeket a szavakat. Mikor azt látod, akkor megemlékezel a Juanok minden instrukciójáról, hogy megcselekedd azokat. És ne nézz a ti szívetek után, hogy ne menj a saját fejed után, hogy ezt lehet, ezt eltörölte, ez rabság, azt is lehet, ez egy morális törvény, ez egy erkölcsi törvény, az nem úgy van, meg ehetek bármit. Ezért mondta, legyen ott, ha ránézel, emlékeztet, hogy hoppá, ő ezt mondta, ő nem azt mondta, hogy majd te kitalálod, meg majd te mérlegelsz, vagy majd eldöntöd, hogy mit, mikor lehet, meg szerinted mi a helyes. Én azt mondtam, te meg azt csinálod, mert neked úgy lesz jó. Lehet, hogy most nem érted, de később majd meg fogod érteni. Azt akarja, hogy ne nézzetek a ti szívetek után és a ti szemeitek után, melyek után ti paráználkodtok. Mi okozta a problémát az embernek mindig? A szemkívánsága, a testkívánsága és az élet kérkedése. Ezek voltak a problémák. Ránézel, azaz lehajtod a fejed, alázatosan, meglátod, eszedbe juttatja az ő utasításait, és úgy fogsz élni, hogy megemlegesd, hogy eszedbe jusson, és megcselekedd minden én instrukciómat. És legyetek kadus, azaz szent, különválasztott, más, elválasztott a ti hatalmasságotok előtt. És ez pedig nem más, mint Jahuva. Az, hogyha valaki ezt viseli a ruháján, az mutatja, hogy ő így akar járni, hogy ő alázatosan követi azt, amit a teremtő akar. Ez egyfajta bélyege, egy külső jele annak, hogy milyen úton haladunk. Valaki oda tud jönni hozzánk, megkérdezni, hogy mi az. El tudjuk neki magyarázni, és így van egy ember, aki már tud erről az egészről, és esetleg érdeklődhet később. A másik az, hogy aki tudja, hogy mi ez, oda jöhet hozzánk, és mondhatja, hogy ó, te is így, vagy te is úgy, meg én is, akkor ez hogy van, stb. Mindennek megvan az értelme. Elsősorban azonban az, hogy figyelmeztet minket arra, hogy ne a saját ostoba gondolataink, vagy a világ után menjünk, hanem azután, amit ő mondott. Ránézünk, eszünkbe jut, hogy hoppá, ő ezt mondta szombattal kapcsolatban, nem megyek fát szedni. Ezért találta ki. Ha valaki azt nézi, hogy hogyan lehet csinálni, amit ő mond, és most már láttátok, hogy rá lehet tenni az ingre, hogy nem kell milliárdokat rákölteni, hogy meg lehet oldani mindent egyszerűen. Ha az ember akarja és úgy akar élni, ahogyan Jehova azt megparancsolta nekünk. Azért, hogy nekünk jó legyen, és hogy ő tudja, hogy vannak olyanok, akik igenis az ő szavát keresik, és úgy akarnak élni, ahogyan ő azt mondja. Ha megnézzük a kifejezést, ami ugye bojt ebben az esetben, ez cicit. Ugye cadi, jod, cadi, ta. Ennek a jelentése bojt, vagy egy szegély, egy szegő, vagy egy csomó. A héber káldeusi lexikon szerint, mint egy virág, vagy toll, illetve a hajnak a kontja, az összefogott haj csomó, valamint a határa, vagy a széle valaminek. Hogy mennyire nagyszerű az, amit Jahua kitalál, és hogy a nevek mennyire fontosak. Ugye Cadi kétszer szerepel benne, a Yod, illetve a Ta. Hogyha megnézzük a Cadi, út, ösvény, vagy igaznak lenni, utazás, vadászat, üldözés. A Yod, az ugye a munkásság, vagy az ember cselekedete, vagy az imádat. A Cadi, Ta pedig egy jelzés, vagy egy jelkép. A Zizit, ez, amit az ember a ruhájára tesz. Ez tehát értelmezhető úgy, hogy az igazságnak a cselekedete, mely megjelöli az utat. Olyan igaz cselekedet, mely kijelöli az utat, az útnak a jelzése. Az igazság útjának a jelzése, a cizit az ember ruháján. Ugye igaznak lenni út, jel és a cselekedetek. Az a munkássága az embernek, ami mutatja azt, hogy ő az igaz úton jár. A szeglet szó pedig a kanaf szó, mely az írásban általában szárnyat jelöl, vagy pedig szoknyát, vagy határt, vagy sarkokat, vagy végeket. Általában, ugye ebben a jelentésben fordul elő. A héber káldeusi lexikon szerint szárnyat jelent, vagy valamilyen fedőt, ami beborítja az embert, széleket, vagy végeket, úgy mint a négy sarok, a széle az ágy takarónak,
a végeit a földnek, illetve a legmagasabb pontjait mondjuk egy templomnak, vagy egy épületnek. Érdekes módon, mikor arról beszél, hogy egy kék zsinort tegyen a bojtra, a kék ugye a Huának a színe, Elohim színe. A zsinór pedig a kifejezés maga Pathil, ugye Pei, Ta, Jod, Lamed. Ha összeolvassuk, akkor látjuk azt, hogy ez a jel cselekedeteinek hirdetése és tanítása. Ugye a Pei, Ta, Jod és a Lamed tanítás. Ugye beszélni, a pej, vagy mondani, vagy dicsérni, ez a jel, a ta, a jel cselekedeteinek a beszéde, az, hogy az ember ezt mondja, illetve az, hogy ezt tanítja. A jel cselekedeteinek a tanításának a hirdetése. Ez maga, ez a fonál, hogy az emberek tudják, hogy az ember mit képvisel. Pontosan ez az, amit ő akar, hogy megkülönböztessen minket a többi embertől. Erre utal az, hogy Kadus, vagy Kadushim, szentek, elválasztott, különválasztott, más, mint a világ. Ő olyan, amilyennek ő azt elrendelte. Mi olyanok vagyunk, amilyennek ő elrendelte. És az ő útján járunk. Erre figyelmeztetne ez az egész rendszer, amit itt erre kidolgozott. De úgy nem lehet, hogyha az ember nem is akarja ezt csinálni, hanem azt nézi, hogy miért nem tudom, vagy ez nem lehet, ez lehetetlen. Ezt meg lehet csinálni, ez egy egyszerű dolog, pusztán egy olyan ember kell hozzá, akinek jó a kézügyessége, és hajlandó a munkát belerakni, egyébként máson nincs szükség. És egy olyan ember, aki elszánt, és ő igenis szeretné, hogyha azon az úton járna, amelyet Jahua kijelölt számára. Egy másik versben is előfordul, ez pedig 5 Mózes, ugye ez lemaradt, de ez 5 Mózes Debarim 22.12 lesz. Még annyit, hogy Bamidbar ugye arról beszél, hogy a szélén legyen az embernek, a ruhája szélén legyen, végig a szegletein, rojt, és ugye ez maga a rojt, illetve, hogy tegyen rá bojtokat. Itt pedig ez esetben mindjárt meglátjuk, hogy miről beszél. Neves a te szőlődbe kétféle magot, hogy fertőzötténe legyen az egész, a mag, amelyet elvetsz, és a szőlőnek termése. Arról beszél, hogy ne keverd össze a magokat, amelyeket vetsz a földedbe. Ne szánts ökrön és szamáron együtt. Megint csak arról beszél, hogy ne keverd össze a dolgokat. Ne öltözzél vegyes szövésű, azaz gyapjúból és lemből szőtt ruhába. Megint megismétli ugyanazt. Különböző példákat ad az embereknek arra, hogy ő nem szereti a keveredést. Ő nincs utána annak, amiről Babilon szól, vagy a világ, hogy mindenkit elfogadunk, mindenkit szeretünk, mindenkinek igaza van, együtt élünk boldogan, amíg meg nem halunk mindenki együtt. Erről szól az is, hogy ne legyetek fele más igában hitetlenekkel. Vagy hogy járhat-e együtt két ember azon kívül, hogyha egyet értenek. Mind-mind ugyanarra utal. Különülj el a világgal, így leszel idézőjelbe téve szent vagy kadós, és akkor vagy az övé, ha azt csinálod, amit ő mondott. Mit csinálj? A te felső ruhádnak 4 szegletére, melyet felülre öltesz, bojtokat csinálj magad. Azaz legyen bojt a ruhádnak a 4 szegletén. Miért? Már leírta az előbb 4 Mózes 15-ben, hogy mi az, amit szeretne. Ezért fontos, hogy megpróbáljuk inkább megérteni azt, hogy mi is az, amit ő akar. Ő azt szeretné, hogyha el tudnánk különülni a világtól, és emlékeznénk az ő szavára, mert az ő szava az élet, az az egyetlen dolog, ami mentén az ember eljuthat hozzá a végén és élhet. Az összes többi az zsákutca. Ezt szeretné, és ennek az egyik idézőjelbe tett intézménye ez a rojt és a bojt, ami emlékezteti az embert. De ezen kívül más haszna is van, ahogy azt már megbeszéltük. Azonban érdemes azt is megjegyezni, hogy ez egyáltalán nem egy ószövetség vagy egy zsidó hagyomány. Maga a messiák szintén így közlekedett az emberek között. Lukász vagy Lukács 8-as fejezet 43-44-es így szól. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, egy beteg
asszonyról van szó, és minden vagyonát orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Ugyanúgy, ahogy ma rengetegen, akik elköltik az összes pénzüket ilyen-olyan kezelésekre, és soha semmi haszna nem lesz. Mit kellene tenniük? Hátulról hozzájáróban illeti az ő ruhájának peremét, és azonnal eláll a vérének folyása. Visszatalálni az útra, melyet Yahuwah kijelölt nekünk, és őt kérni. És majd ő elvezet minket a megoldáshoz. Erről szól ez a példázat. Természetes, hogy volt egy asszony, aki hozzáért és meggyógyult. Azonban mi az üzenete az egésznek? Tér vissza az igazság útjának hirdetésére, ami ezzel a jellel van kijelölve. Ezt jelenti maga az ízét. Ezért találta ki. Ha az ember megérti azt, hogy mik az üzenetek, amik elrejtőznek ezekben a példázatokban, akkor sokkal egyszerűbb elfogadni azokat az utasításokat, melyeket sehonnan máshonnan nem tudunk meg, csak is kizárólag a Tanákból, a Torából, a profétákból és a Zsoltárokból. Ezért jött el a Mássiák, hogy visszavezessen minket erre az útra. Ha úgy élt, úgy öltözött, úgy beszélt, úgy evett, olyan ünnepeket tartott, akkor mi az, amitől az emberek azt gondolják, hogy nekünk egy teljesen más rendszert hagyott itt, amiről sose beszélt egy szót sem? Ő is viselte a ruháján, pontosan azért, hogy megmutassa, hogy hogyan működik ez a valóságban. Ez az ember hitének a kifejeződése. Nem ettől fogja az embert elfogadni Yahuwah a végén. Ez csak egy jele annak, hogy az ember engedelmesen és alázatosan járja ezt az utat. És ez volt az eredménye. Az emberek tudták, és ez segített az embereknek. Ez meggyógyítja az embert, hiszen ránéz, és visszavezeti az útra, ahogyan az asszonyt meggyógyította. Így gyógyítja meg az ember spirituálisan. Ugyanerről ír Matthiahu 14-es fejezet, 36-os, és kérik valahogy, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék, és akik illeték vala, mindnyájan meggyógyulának. Ez a perem ugyanaz a rojt és a bojt, amiről olvashattunk az Ószövetségben. Az ő ruhájának peremén volt rajta. Mi ez? Ez a jele annak, hogy valaki az igazság útját járja, és azt tanítja, és azt hirdeti. Ez a jele annak, aki illette, az meggyógyul. Miért? Mert látja, és visszavezeti az útra, és spirituális módon meggyógyul. Márk, vagy Márkosz 6.56, és ahová bemegy vala a falvakba, vagy városokba, vagy majorokba, a betegeket letevék a piacokon, kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék, és valahányan csak illeték, meggyógyulának. Miért? Azért, mert ez az, ami visszavezeti az embert arra az útra, hogy ne menjen a saját feje után paráználkodni, hanem visszamenjen a Torához, az ő instrukcióihoz, és aszerint éljen, és akkor majd gyümölcsöző és hosszú és bőséges életet fog tudni élni. Ezért van rajta az ember ruhája. Mellesleg, ez a kifejezés maga, melynek a használata az írás során szegély, és ez valaminek a végeit jelenti, vagy egy fontosabb részét, vagy egy kiálló részét, egy olyan dolog, valaminek a szegélye, egy szoknya, vagyis egy perem, vagy valaminek a szélei. Ez a ruhának a szegélye. Az úgynevezett új testamentumban egy kicsi, lelógó dolog a ruha széléből, ami egy összecsavart pamutból áll, pamut szálakból áll. Azaz az, amit a Tanákban ő előírt, Yahuwah, hogy viselniük kellene az embereknek. Itt azt írja, ugye, hogy tassel vagy tuft, ezek angol kifejezések. Tassel, könyvjelző, rojt, bojt, címer, mint a kukorica tetején, ami van a címer, vagy bojtos, bojtos, rojtos, vagy pomponos. Azaz a ruhája szegletén levő bojtokról beszél. De ha valakit a tuft érdekel, az fűcsomó, vagy kis bokréta, bóbita, egy tincs, egy hajcsomó, ugyanúgy, ahogy megnéztük, az is hajcsomó volt, a cizit, egy csomó, egy fűrt haj, vagy egy nyaláb, egy köteg, rojt, bojt, ez mind ugyanarra utal. Mégpedig arra, hogy a másiák, hasonlóképpen, ahogy az atya megparancsolta általa a Tanákban, betartotta azokat az instrukciókat, és neki volt a ruhája szegélyén ezek a bojtok. Ő fontosnak tartotta, hogy ő úgy éljen, ahogyan az atya mondta. És nem csak, hogy ő, hanem ezek az emberek, akik meggyógyultak, mind-mind fontosnak találták ezáltal.
Úgyhogy ennek megvan az értelme, és ha az ember veszi a fáradtságot, akkor meg tudja érteni, hogy mit miért csinál az atya. És a másik dolog az, hogy ha már siák úgy élt, akkor nem tudom, mi az, ami azt mondhatja az emberre, hogy ez eltörölte, vagy ez rabság. Hogy lenne már ez rabság? Milyen értelemben rabság az, hogy az embernek egy bojtot kell tenni a ruhájára? Miben korlátozza az az embert? Az a dolog. Egy célt szolgál, az pedig az, hogy ne menj a saját ostoba szíved után és a szemed után paráználkodni. Mert annak megvan a következménye. Cselekedd az ő instrukcióit, és legyél kardús, azaz olyan, amilyen ő különálló, elválasztott a világtól. És nem annak része. Ezt a célt szolgálja a bojt, illetve a rojt a ruházatunkon. Még ezt a néhány képet gondoltam hozzá csatolom a videóhoz, és még egyszer mondom, ez csak a mi értelmezésünk az, ameddig mi eljutottunk. A cél mindig ugyanaz, és az pedig az, hogy közelebb kerüljünk az atyánk akaratához, és valamennyivel távolabb kerüljünk a világtól. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!